Vállalkozók termelik ki a nyíregyházi erdészet szakemberei által kijelölt fákat a sóstói erdőben. A kivágott tölgyeket minőségi szempontok alapján szelektálják és darabolják. A jobb minőségű fákat ipari felhasználásra szánják, míg a gyengébb minőségű tölgyet tűzifaként értékesítik. A jelenlegi fakitermelés célja, hogy a tölgyes erdőkezelési szempontból gondozottabb, a turisták számára pedig kellemesebb és biztonságosabb hely legyen. Egykori erdészház helyén a sportpályák területe mellett egy majd 8 hektáros területen végzünk el törzskiválasztó gyérítési munkát. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag fiatalabb kocsányos tölgy, vörös tölgyes állományról van szó, és ebből kiválogatjuk azokat az egyedeket, amik a visszamaradó állomány jobb növekedését gátolják. Egyrészt elegyarány szabályozó hatása van, tehát elsősorban a kocsányos tölgy felé próbáljuk terelni még az állománynak az elegyarányát, másrészt pedig a közbeszorult, alászorult egyedeket vesszük ki. Ezek egyrészt már nem töltenek be funkciót, másrészt parkerdő lévén egy pici veszélyt hordoznak a járókelők részére. Tölgyfa Gábor elmondta, a fakitermelési munkálatok már a tavalyi év végén megkezdődtek a sóstói erdőben. Tavalyi évben ott a Tölgyes utca környékén, ott van a Tükrös Kanyar, annak a területnek a környékén végeztünk fakitermelési munkát. Egyrészt egy növedékfokozó gyérítést hajtottunk végre, másrészt pedig egy ilyen egyéb termelésként egy fiatal erdőről vágtunk le nagyon idős fákat. Ennek a célja az volt egyrészt, hogy a visszamaradó állomány jobban növekedjen, másrészt pedig a fiatal állomány, ami fölül levágtuk az idős fákat, az is teret kapjon a növekedéshez. Az igazgató elmondta, a gyengébb minőségi faanyagot tűzifaként a lakosság, valamint a szociális tűzifa program keretében az önkormányzatok számára értékesítik.